Az ősz világszerte az elmélkedés időszaka. A levelek élénk színekbe öltöznek, mielőtt kecsesen lehullanának a földre. A levegő hűvösebbé válik, füst, és a közelgő hidegebb napok illatát hordozza. Magyarországon ez az emlékezés ideje különösen megható, amit Mindenszentek és Halottak napja jelez. A családok összegyűlnek, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről, és meglátogassák a temetőket, amelyeket pislákoló gyertyák és színes krizantémok díszítenek. A mohácsi temető az élt életek tanúbizonysága, történetek szövevénye, melyeket kőbe véstek és a szél suttog. A gyertyafény lágyan világítja meg az ösvényeket, tiszteletteljes és békés légkört teremtve. A mohácsi temető békés hangulatával és gazdag történelmével méltó hátteret biztosít ehhez az időtlen hagyományhoz. A mohácsi temető meghosszabbítja nyitva tartását. Október 30-tól november 3-áig, reggel 7 órától este 8 óráig. Ez elegendő időt biztosít a családoknak, hogy lerólják kegyeletüket. A meghosszabbított nyitvatartás értékes lehetőséget biztosít a sűrű időbeosztással rendelkezők számára is. A temető mindenkit szeretettel vár, aki emlékezni és tisztelni szeretné szeretteit. A mohácsi temető tisztaságának és szépségének megőrzése közös felelősségünk. Látogatóként kulcsszerepet játszunk e szent hely békés légkörének megőrzésében. Az olyan egyszerű kedves gesztusok, mint a hulladék megfelelő elhelyezése, jelentős változást hozhatnak. A kijelölt szemetes kukák a temető egész területén megtalálhatók, így mindenki számára könnyen elérhető a megfelelő hulladékkezelés. A sírok gondozása során fontos megjegyezni, hogy egy közös térről gondoskodunk. Míg a sírkövek tisztítása és az elhervadt virágok eltávolítása encouraged, fontos, hogy ezt a környező sírok tiszteletben tartásával tegyük. Kerüljük a durva vegyszerek vagy súrolószerek használatát, amelyek károsíthatják a sírköveket. Ezen egyszerű irányelvek betartásával hozzájárulunk a mohácsi temető általános szépségéhez és nyugalmához. Közös erőfeszítéseink biztosítják, hogy a temető a béke és az emlékezés helye maradjon a jövő generációi számára. A mohácsi temetőben lévő sírhelyek bérlésének meghatározott időtartama van, általában több évtized. Az idő múlásával elengedhetetlen, hogy a családok megújítsák ezeket a bérleti szerződéseket, hogy biztosítsák szeretteik nyughelyének folyamatos megőrzését. A temető gondosan vezeti az összes bérlet nyilvántartását, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a családokkal felvegye a kapcsolatot, amint közeledik a megújítás időpontja. A sírhelybérlet megújításának elmulasztása sajnálatos következményekkel járhat. Ha egy bérlet lejár és nem kerül megújításra, a temető kénytelen lehet visszavenni a sírhelyet. Ezt a kényes folyamatot a legnagyobb tisztelettel és érzékenységgel hajtják végre, de emlékeztet a bérlet időben történő megújításának fontosságára. Ha a családok tisztában vannak a bérleti szerződések lejártával, és bármilyen kérdés vagy aggály esetén felveszik a kapcsolatot a temetővel, biztosíthatják szeretteik végső nyughelyének hosszú távú megőrzését. 5. rész: kapcsolatfelvétel a temetővel. A temető adminisztrációja értékes forrásként szolgál a mohácsi temetővel kapcsolatos minden kérdésben. Készek válaszolni a kérdésekre, útmutatást nyújtani és kezelni a látogatók esetleges problémáit. Irodájuk, amely a főbejárat közelében található,
a temető szokásos nyitvatartási idejében tart nyitva. A minden szenteket megelőző forgalmas időszakban az adminisztráció meghosszabbítja irodai munkaidejét, hogy jobban kiszolgálja a közösség igényeit. Legyen szó akár a sírhelybérletek megújításáról, az elővásárlási lehetőségek feltárásáról, akár egy adott sírhely megtalálásához szükséges segítségkérésről, az adminisztráció készséggel áll rendelkezésre. Elkötelezettségük és együttérző hozzáállásuk biztosítja, hogy minden látogató támogatva és tájékozottan érezze magát a temetőben töltött idő alatt. Ne habozzon kapcsolatba lépni velük, szerves részét képezik a mohácsi temető közösségének. Hatodik rész tervezés a jövőre elővásárlási lehetőségek. A mohácsi temető felkínálja a családoknak a lehetőséget, hogy előre megvásárolják a sírhelyeket és az urnasírhelyeket. Ez a proaktív hozzáállás lelki nyugalmat biztosíthat. Az elővásárlás lehetővé teszi az egyének számára, hogy személyes jelentőséggel bíró helyet válasszanak. A temető adminisztrációja részletes tájékoztatást nyújt az elérhető lehetőségekről és az árakról. Az előre tervezéssel a családok enyhíthetik a lehetséges stresszt és anyagi terheket. Hetedik rész, tájékozódás a temetőben, elrendezés és információk. A mohácsi temető terjedelmes területével és gazdag történelmével labirintusnak tűnhet az első alkalommal érkező látogatók számára. A tájékozódás megkönnyítése érdekében a főbejárat közelében egy nagy térkép látható. Ez a térkép felvázolja a temető elrendezését, bemutatja a különböző részeket és kiemeli a fontosabb helyeket. Ez a hatékony rendszer biztosítja, hogy a látogatók könnyen megtalálják az utat, és felesleges késedelem nélkül leróhassák kegyeletüket. Nyolcadik rész. Egy kis elmélkedés. A látogatási idő, a sírgondozás és az adminisztratív feladatok gyakorlatiasságán túl a mohácsi temető valami sokkal mélyebbet is kínál, a csendes elmélkedés lehetőségét. A levelek susogása, a madarak csivitelése és a hangok távoli moraja olyan békés légkört teremt, amely elmélkedésre hívogat. Ahogy az ösvényeken sétálunk, kézzelfogható emlékeztetők vesznek körül bennünket az élt életekről. Minden sírkő egy történetet mesél, tanúságot téve azok egyedi útjáról, akik előttünk jártak. Néhány sírt díszes szobrok díszítenek, míg másokat egyszerű fékeresztek jeleznek. Mégis mindegyik fájdalmas emlékeztető az élet múlandóságára és az emlékezet tartós erejére. A mohácsi temető csendes ölelésében nem csak azok életére gondolunk, akiket elvesztettünk, hanem saját időnk értékére is itt a földön. 9. rész, a közösségi részvétel fontossága. A mohácsi temető a közösség tartós szellemének állít emléket. Az év során számos csoport és szervezet szenteli idejét és energiáját a temető szépségének megőrzésére. A helyi iskolás gyerekektől, akik virágokat ültetnek, a cserkész csapatokig, akik leveleket gerebjéznek, ezek a szolgálattevő cselekedetek testesítik meg a közösség igazi jelentését. Az önkénteskedés a mohácsi temetőben értékes lehetőséget kínál arra,